Antal József, római katolikus pap, zenetudós, idén lenne 80 éves. Ebből az alkalomból adta ki a Makkói József Attila Múzeum és Könyvtár Alapítványa a Perlekedő Zsoltár című kötetet. A válogatásban az atya eddig ismeretlen 80 verse olvasható, amelyek nagyon sokrétűek. Makó egyházi életének meghatározó és sokoldalú személyisége volt Antal József atya, akit 1963-ban szenteltek pappá. Negyed évszázadon keresztül a csanádvezértéri szervita kápolnában szolgált. Aki csak ismerte, jó pásztorként emlékszik vissza rá, összetartotta híveit, felkarolta az ifjúság nevelését, kántorokat képzett és hangversenyeknek adott helyet templomában. A Makói Múzeumért és Kultúráért Alapítvány a római katolikus pap születésnapjának 80. évfordulójára egy válogatott verses művet jelentetett meg. A kötet kéziratos versanyagát dr. Barna Gábor néprajzkutató vásárolta meg Murányi Edittől. Én egészen addig, amíg ez a hagyaték oda nem került néprajzi tanszékre, én nem is ismertem. Hosszú évek sora után jutottam el oda, hogy elolvassam ezeket a verseket. Ezeket digitalizáltattam, amit nem lehetett kiolvasni, vagy nehezen lehetett, hiszen Antal Józsefnek egy nagyon sajátos, nagyon apró betűs, de nagyon szép kiírt írása volt. Ezeket a verskéziratokat elolvastam, azokat én magam digitalizáltam, írtam be számítógépbe, és hát ebből az anyagból volt ez a válogatás, amely ezt a 80 verset Antal József 80. születésnapjára végül is összehozta, megjelentette. Így kötődöm én ehhez a verses kötethez. A művek kötetbe válogatására és ciklusokba rendezésére Szikszai Zsuzsanna Bene Zoltán írót kérte fel, aki megosztotta stábunkkal, hogy milyen korszakokból olvashatunk verseket, és milyen szempontok alapján válogatta össze őket. Ebben egészen fiatalkori versek is vannak, érett versek is vannak, de azt gondolom, hogy egy keresztmetszetet lehet kapni a Antal József atya életművéből. A ciklusokat téma szerint, hangulat szerint próbáltam összeállítani. És úgy éreztem, hogy a 80 vers az mert abból már kirajzolódik egy költői arckép, abból már fogalmat lehet alkotni, hogy milyen kaliberű, milyen kvalitású költőről van szó. Életgyónás részlet. Uram, láttam arcot fűszálban, virágban, éreztem erődet tűzlobogásában, hallottam hangodat, folyvás zúgó szélben, ízleltelek a föld számtalan ízében. Megtapinthattalak sejmes vízsugárban, hatalmat hirdető hullámok zajában. Éreztem illatot, csodás aromáját, átéltem a tőle távol levők vágyát, kínzó ürességét, bűnösök félelmét, benned reménykedők síró epedését. Ez a két dolog, ez mindenképpen kirajzolódik a kötetből, hogy hívő emberről van szó, és zeneszerető, zeneértő emberről van szó, de hát sok minden más is kirajzolódik, az is, hogy a közélet iránt sem közömbös ember írta ezeket a verseket. Tehát akit érdekel az, hogy mi történik a szűkebb, nagyobb pátriájában, próbál ezeken tépelődik, ezekre reflektálni, próbál a versekbe. Egy igazi közösségi ember rajzolódik ki, aki ugyanakkor a felelősséget is érzi, hiszen neki felelőssége van, úgyis, mint papnak, úgyis, mint zenésznek, úgyis, mint költőnek. A szerkesztésben továbbá segített Jámborné Balogh Tünde, aki a versek illusztrációinak elkészítésére is felkérést kapott. A kötetben a budavári Magdolna toronyban kiállított batikjairól készült fotók láthatók. A toronynak a részei is látszanak, ez egy középkori templomnak a maradványa, és gótikus ívekkel, omladozó falakkal, középkori hangulattal, és nagyon-nagyon illettek a batikjaimhoz, és úgy gondoltam, hogy a kettő együtt, ez a templomi környezet, ami egyben művészi környezet is, meg a batikjaim így sokkal jobban belesimulnak az Antal József versei közé, mintha önálló képeket válogatnék bele. A béka. A béka így szólt: Isten, én vagyok, s egy legyet azon nyomban bekapott.
nagyon szerettem ezt a munkát, mert visszahozta azokat az időket, amikor Antal Józseffel szinte naponta találkoztunk. A férjemmel is nagyon-nagyon jó barátságba került, és hát velem is. Tulajdonképpen majdhogy nem családtag volt nálunk. Gyerekeimmel nagyon jó viszonyt ápolt, ugyanúgy, mint velünk, és egy hihetetlenül sokoldalú, merem mondani, hogy zseniális embert ismertünk meg benne, akinek a műveltsége, a tudása, az elhivatottsága, a zenéhez való viszonya, a tudományokhoz való viszonya annyira sokoldalú volt, és ugyanakkor rendkívül játékos gondolkozásmód is jellemezte sokszor, remek humora volt, iróniája, és hát mindez nyilván hozzájárult ahhoz, hogy ez a barátság, ez tartós volt, és már a Makóra kerülése előtt elkezdődött, és folytatódott egészen a haláláig. Hozzátette, a kiadványban olvasható alkotások nagyon sokrétűek. Többek között vannak olyanok, amelyek a saját lelkét feltáró, Istent kereső vagy a segítséget váró, a mélységből kiáltó embernek a hangján szól. Gondolatpárhuzamok. A sokszínűség elnyeli az egyet. A rendetlenség megöli a rendet. A sűrű ködben nem látszik a fény, a bűn rabláncán sorvad az erény. Hét sovány tehén tátja ki a száját, és fölfalja a kövérek gulyáját. Rúdság állarcát ölti fel a szépség, az ifjúságot megrontja a vénység. Bénult ujjakkal bogot bontanék, nem tettem semmit, s már is itt a vég. Engem nagyon meglettek a versei, és nagyon sok verse meg is rázott. Megrázott, mert úgy érzem, hogy egy átimádkozott, átzsolozsmázott, és a teremtőjével átvitatkozott élet van mögötte. Szinte beleborsózik az ember háta, amikor elolvassa a De Profundis című versét, vagy az Életgyónás versét. Én azt hiszem, hogy ez az Életgyónás, az bármelyikünknek lehet egy életvallomása is, és ezt megfogalmazta. Nagyon sokat beszélgettünk ilyen általános életérzésekről, részben politikáról, részben műveltség és ember kapcsolatáról. Ezek a vívódásai, gondolatai, ezek mind-mind ott vannak ezekben a versekben. A jubileumra készült kötet bemutatására szeretnének majd egy könyvbemutatót is szervezni, ha azt az enyhítések is lehetővé teszik, tudtuk meg Szikszai Zsuzsannától.